A riportot támogatta a projektpartner, a számítástechnikai rendszerek szakértője. Hát Tisztelettel köszöntök mindenkit, és függjes szabocsot az Újpest 1885.hu, illetve a Semleges Térfél és az Itthonról Haza szerkesztőjét. Sziasztok! A másik oldalon ott <laughs> Balagandzsó, Kolárik József, Fradi... És most egy olyan témáról lesz szó, amit ő fog felvezetni, úgyhogy el is dugultam. Hát most uh, először is azért válaszoljuk ezt a formáját a beszélgetésnek, mert túlságosan hosszú időt rabolna el az élőadásból, viszont emellett a dolog, mert nem tudunk elmenni, nevezetesen arról van szó, hogy a, a 9. fordulóban az újpest uh, beteget jelentett, az egész csapat, és halasztást kértek az MTK elleni mérkőzésre, de ehhez az MTK nem járult hozzá. És ezzel kapcsolatban azért felmerülnek sportszerűségi kérdések is, illetve racionalitás is, tehát nem is nagyon rabolom a szót, mi a véleményed erről, Szabolcs? Kinek a felelőssége az, hogy, hogy ez a mérkőzés így alakulhatott? Hát igen, elsősorban nekem ez őt eszembe, az Újpest MTK, MTK Újpest mérkőzésekről, hogy ez a pár harc azért tart egy jó pár évtizede, nevezetesen cirka, nem tudom, 117 éve legalább, de inkább 120. És ennek okán én az MTK oldaláról több sportszerűséget feltételeztem volna. Az egyik, ami a sportszerűség kérdése. A másik sportszerűségi kérdés az Proszer Gól öröme, de ezen haladjunk túl, erről majd az élőadásban szerintem lesz szó. Ugyanakkor, hogyha egy kicsit átgondoljuk a dolgokat, és azt mondjuk, hogy, hogy miért alakult ki ez a helyzet, akkor bizony, hogyha a dolgok mélyére ásunk, akkor más találunk ott, mint sportszerűtlenség, más találunk ott, mint ez az egy darab mérkőzés. Sokkal, sokkal hogy is mondjam, komolyabb dolgok húzódnak meg itt a háttérben. Tehát mire gondolsz, hogy akkor most a szavaidból azt veszem ki, hogy a felelősség kérdését azért nem akarnád elosztani a két klub között, hanem, hanem valaki más is vagy valakik ezzel kapcsolatban azért még érintettek? Hát igen, a, én azt gondolom, hogy, hogy elsődlegesen azt már említettem, hogy, hogy az MTK részéről én annyira nem értettem ezt a dolgot, de ha most megpróbálok tényleg teljesen elvonatkoztatni attól, hogy én újpest szurkoló vagyok, ami egyébként így nyilvánvalóan nem egy egyszerű dolog, és egy kicsit globálisabban szemlélni a dolgot, de ha nem is globálisan, legalábbis a magyar foci egészét tekintve. Akkor arra a következtetésre jutok, és ugye nem ez az első mérkőzés, ahol beteget jelent az egyik csapat, és a másik azt mondja, hogy nem. Ugyanis mi a feltétel annak, hogy a koronavírus járványra való hivatkozással mérkőzést lehessen halasztani. Egy. Az a ö, ö, csapat, amelyik ö, érintett sajnálatos módon ebben a dologban, az kérvényezi az MLS-nél azt, hogy. E, halasszanak mérkőzést. Ezt egyetlen egyszer teheti meg, illetve a kérvényt az többször megteheti, de halasztani csak egyszer halaszthat. Míg e, a másik oldalon viszont a másik érintett csapatnak ezt el kell fogadnia. Hogyha van egy ilyen korlátozás, hogy egy mérkőzés halasztható, akkor nem értem a másik feltételt, hogy a másik csapatnak ebben miért kell belemennie. E, itt, itt, én, itt én érzek némi diszonanciát, és megmondom, hogy miért. Azért, mert hogyha belegondolunk egy csapat helyzetébe, bármelyik legyen az, amelyik ma a magyar bajnokság gyakorlatilag bármely szintjén, de most itt az NB1-ről van szó, az NB1-ben érintett. Akkor az a történet, hogy pontosan lehet tudni, hogy a, a a járvány előbb-utóbb mindegyik csapatnál megjelenik. Most már olyan penetrációt ért el, hogy gyakorlatilag senki nem lehet biztos abban, hogy mikor kapja el a, a, a betegséget. És hát nyilván egy klub, a játékosok, az egy olyan fajta zárt közösség, és olyan érintkezések történnek, mérkőzéseken, öltözőben, a, amely abszolút alkalmas arra, hogy a, a, a járvány ott áldozatokat szedjen, ne legyenek áldozatok, de abban az értelemben igen, hogy, hogy sérülésekhez hasonló módon kiesenek játékosok a a, 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 hadrafoghatók közül, már pedig egyébként nagyon szigorú tesztelés van előírva, tehát ez, ezt nem lehet elsúnyogni, és nem is szabad elsúnyogni. Ergo, nekem az a következtetésem, hogy ez bárhol beüthet, ha viszont bárhol beüthet, ezt mindegyik klub nagyon pontosan tudja, ezért ha érkezik hozzá egy kérés, hogy halasztuk el ezt a meccset, miközben náluk éppen, annál a csapatnál, ahova beérkezik ez a kérés, nincsen uh, jelentős számú fertőzött, és viszonylag épséges kerettel ki tudnak állni, nem merik meglépni azt, hogy halasszanak, mert nem lehet tudni, hogy náluk mikor jelenik meg. Tehát, Innentől te... kezdve, igen. Ja, bocsánat, bocsánat, elnézést. Innentől kezdve valójában egy logikus lépés, ha nemet mondanak. Mondd Józsi. Tehát, hogy most azt mondod, hogy ha, ha nem szurkolói szemmel nézzük ezt a mérkőzést, akkor érthető volt. Tehát ha racionális futball... futball, futball nem, tehát, tehát De figyelj, hogy tesszük a, 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 a múltat, a történetet... Az érzéseinket, az ér minden lód... ilyesmit. Igen, igen. Tehát, magyar, tehát, tehát magyarul azt lehet elmondani, hogy... Jogosan nem járult hozzá, mert bármikor beüthet nála is, és, és ő legalább ezt a mérkőzést lejátszotta. Ez nem túl etikus dolog, de ez viszont felveti annak a, a, a lehetőségét, hogy van egy szabályozó szerv, ami, a, ami, ami nem, nem, nem szabályozza rendesen, de ezzel ledobva magáról a felelősséget, és rátolva a két klubra, és ezzel az a baj, hogy ellentéteket szül a két klub között, a két klubnak a szurkolóik között illetve az esetleges fennálló jó viszonyt azért el tudja mérgesíteni egy ilyen, amikor nincsen rendesen semmi leszabályozva. Tehát én gondolom most, hogy erre próbálunk kiukadni? Így van, így van, mert nézzük meg azt, nézzük meg azt, hogy, hogy mi történik most. Ha az Újpesthez érkezik egy ilyen kérés a következő alkalommal, akkor azt mondja, hogy hát tulajdonképpen kénytelen volt az Újpest adni egy laufot az MTK-nak, azzal, hogy az MTK nemet mondott arra a kérésre, hogy halasszák el ezt a mérkőzést. Ha tényleg levetkőzzük itt az érzelmi kérdéseket, akkor azt mondhatjuk, hogy az MTK az igazából logikusan cselekedett, bár, hogy is etikai etikailag továbbra sem érthető, de ezt most tényleg tegyük félre. Az újpest mit fog mondani? Érkezik egy ilyen kérés. Hát kérem szépen, én már adtam laufot. Uh, ellenfelemnek, az MTK-nak, most ha az, az ellenfél egy másik csapat, nek most igazából mindegy, szükségem van a pontokra. Ergo uh, uh, nem tudom azt mondani, hogy, hogy, hogy uh, halasszunk tényleg, és nem fogok beleegyezni, hanem igenis játsszuk le a mérkőzést, mert akkor még mindig annyi történt csak, hogy nullán vagyunk. Na de ez nem csak az Újpest esetében igaz, hanem minden csapat esetében igaz. Ugye láttuk már azt, hogy a Kazinsz Barcika érd, meg nem tudom, kupa találkozó, meg más találkozókon is ez már előfordult, ez nem egy egyedi eset. Tehát ezért mondom, hogy, hogy itt nem egy MTK Újpest viszonyról van feltétlenül szó, hanem arról van szó, hogy mi az érdeke az MLS-nek. Az MLS-nek az az érdeke, hogy a bajnokság végig zöggenőmentesen lemenjen, abban az értelemben, hogy minden mérkőzést játszanak le. Az, hogy most ilyen körülmények vannak, arról egyébként sem az MLS, sem a klubok nem tehetnek. Sem az ország, és akkor tovább mehetnénk. Nem tehetnek. Ugyanakkor felelős döntéseket meg kell hozni a vezetőknek. Ha az MLS-nek az az érdek, hogy menjen le a bajnokság, akkor hozhat olyan döntést, és most ez nagyon fontos, amit mondok, hogy nem lehet mérkőzést halasztani. Pont. Miért? Mert ha a, és egy hasonlat, ha sérülés hullám miatt nem lehet mérkőzést halasztani, már pedig nem lehet, mert arra fel kell készülni, az, az ellen lehet védekezni valamilyen szinten, vagy legalábbis lehet törekedni fizioterapeuta, edzésmódszerek, felkészítés, regeneráció, stb. 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 Ezekkel minden lehet készülni a sérülések kivédésére, vagy legalábbis minimalizálására. Ugyanígy lehet egyébként megvannak a módszerek arra, hogy a járvány okozta kockázatokat csökkentsük. Nyilván az érintkezés szám, a, a családi élet, a, a, az érintkezés szám úgy értem, hogy társadalmi szinten nem, nem a csapaton belül. Tehát magyarul megpróbálni hermetikusan, minél hermetikusabban elzárni a csapatokat. Tehát itt is lehetne erre törekedni, illetve nyilvánvalóan a klubok törekednek is rá. De támogatást ebben nem kapnak, már pedig Azért nem kapnak, mert az MLS nem meri felvállalni annak a döntésnek az ódiumát, hogy ő azt mondja, hogy nem lehet meccset halasztani, hanem a klubok egymásnak ugrasztása árán lejátszhatja a mérkőzéseket, majd pedig, ha atrocitások történnek ennek okán. Mert mondjuk az előbb említett proszer mondjuk úgy ünnepel, ahogy lehet, hogy egyébként is ünnepelne, de ebbe a helyzetben nem nézi el neki a közönség. A játékosok a pályán, a két szurkolótábor, stb. stb. és még egyébként büntetéseket is adott esetben kiró, akkor azért az nagyon komoly kérdéseket vet föl. Mert mi történik? Ugyanaz történik, mintha az a döntés született volna, hogy mérkőzés nem lehet halasztani, egyetlen nagy különbség van, hogy így a jelen helyzetben a csapatok egymásnak ugranak. Abban az esetben viszont, hogyha nem lehetne mérkőzést halasztani, akkor e, ugyanez az eredmény meg tudott volna úgy születni, hogy a két csapat, a két szurkolótábor, a két szakmai stáb a, nem ugrik egymásnak. És tiszta a helyzet, mert úgy tekintjük ezt a vírust, mint a sérüléseket, hogy kvázi véletlenszerűen bekövetkező dolgok, amire csak közvetetten van hatásunk. Nem lehetett volna meghozni ezt a döntést? Vagy nem lehet meghozni ezt a döntést még akár most is? Az, az a, a ba, kérdés. Az a baj, hogy én azt látom, hogy a demokra, demokráciának a, 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 a köntösébe bújva, dobják le magukról a felelősséget, mert azt mondják, hogy a. Hát ha, ha belemegy a másik, akkor, akkor, akkor ő hozzájárul, de ez így nem jó. Tehát akkor ez, ez most egy olyan helyzet, amiben igenis felelős döntéseket kell hozni, és egyértelmű döntéseket. Ha az mls nek az az érdeke már pedig nagyon úgy tűnik, hogy főleg az MLS érdeke, hogy le legyen játszva ez a bajnokság, akkor neki kell a szabályokat meghoznia, de akkor vállalja is föl, és kijelenti azt, hogy nem lehet halasztani, így minden felelősség ráhárul, a közvélemény nyomása, és a többi. Így viszont, amit te is elmondtál, hogy a klubok nem ugrálnának egymásnak, ha nem el lehetne mondani, kérem, ez a szabály, vagy akkor nem álltok ide, akkor 3-0 az ellenfélnek adjuk a mérkőzést. De, de ez, ez, viszont, ez viszont azt gondolom, hogy nagyon tehát arcú csapása az egésznek, hogy ezek után még esetleg büntetés is fog kirólni azért, mert az ő felelősség letolása miatt mások nem, az, az érzelmeikre nem, tehát nem tudnak hatni, és ezért esetleg beszólogatnak, mint itt például az MTK-soknak. Tehát ez, ez, egy, ez egy, annyira, egy annyira aljas dolog, és ez, ez tényleg az aljas dolog, mert gyávaságból nem vállalják ezt el. Tehát, Igen, és egyébként én nem tudom, hogy ki felelős most, és direkt nem is néztem utána direkt, mert nem akarom euh, ezt a nevet, mert még a végén azt gondolná, hogy személyes támadás, hogy ki a felelős se a, a versenyeztetésnek, a, a, mérkőzések megrendezésnek, a bajnokság lebonyolításának az mls -nél. mert megmondom őszintén, nem is érdekel számomra, mint ahogy a klubok számára is, az MLS egy darab szervezet. Egy darab szervezet, amelyik pillanatnyilag mit csinál? Királyként ül a trónján, egymásnak ugrasztja azokat a szereplőket, akik fölött uralkodik, majd utána nagy okosan újabb diktátumokkal áll elő esetleg, vagy büntetéseket oszt ki, és közben mossa kezei holott, az ő fals döntése vezetett a kialakult helyzethez, és még egy dolog, hogy még mindig nem lenne később látni, hogy akkor, amikor így döntöttünk, akkor ez célra vezetőnek tűnt, de most már látszik, hogy nem tartató, ezért adott esetben célszerű lenne változtatni. Tehát akkor magyarul az lenne a megoldás, hogy ennek, akár ennek a videónak a hatására is, és valaki be fel, feléled azt, hogy, hogy, ha már felelősséggel tartozunk a magyar labdarúgásért, akkor olyan döntés hozunk, aminek felvállaljuk a következményeit is. Tehát itt, itt megint felmerül annak a, a annak, annak a lehetősége, hogy az MLS, mint szerv, nem biztos, hogy jó, hogy ő vezeti a magyar labdarúgást. Ő felel a, a magyar bajnokságnak a lebonyolításáért, és nem például a liga, aminek nálunk szinte semmilyen hatalma nincsen. Tehát. Hát ez egy komoly kérdés, mert ugye folyamatosan beszélgetünk arról, hogy hogy magyar labdarúgás, állami támogatás, piaci alapok. Na most a, az állami támogatás, bármi, bármi legyen az ami az államtól, az adófizetők pénzéből, a TAO-ból, a bárhonnan érkezik meg, az az mls keresztül áramlik a klubokhoz. Addig, amíg ez a szervezet ragaszkodik ahhoz, hogy rajta keresztül áramoljon a pénz, már pedig ragaszkodik, addig gátja a piaci alapú működésnek. Megmondom, hogy miért. Képzeljünk el egy angol modellt, ahol ugye a klubok által tulajdonolt gazdasági társaság ö, szervezi a bajnokságot. A szövetség a szabályrendszert adja meg, a szövetség beilleszti a versenynaptárba, a szövetség koordinál, moderál, de a szövetség nem szól bele a liga belső ügyeibe, csak mint szabályozó. Na most ebben az esetben, ugye az, hogy ha a ligához megér, vagy a liga bármely csapatához megérkezik bármekkora pénz, ehhez nincs köze a angol labdarúgó szövetségnek, és hát abban a pillanatban, hogyha ez így megtörténne, mondjuk Magyarországon, akkor egy tizedekkora szervezetre lenne szükség a szövetségnél, kettő nem biztos, hogy ilyen módon, hogy is mondjam, nem biztos, hogy befolyással akarnának lenni arra, hogy ezek a pénzek hogy és mint áramoljanak. Egy, kettő, nem biztos, hogy ezek a pénzek nem tudnának sokkal gyorsabban, sokkal hatékonyabban és kevesebb lemorzolódással eljutni a klubokhoz. Magyarul arra lenne szükség, hogy az NB1-es klubok alapíts, alapítsanak mondjuk egy olyan szervezetet, amiben mindenki érdekelt, és ők döntsék el, hogy például a közvetítési díjakból, vagy bármilyen más... A bajnokság lebonyolítása szempontjából össz szponzor érkezik azoknak a pénzeknek az elosztásáról, ők döntsenek, ne pedig a labdarúgó szövetség. Van ilyen szervezet elvileg, mert létezik a liga, csak az a helyzet, hogy ez be van integrálva az MLS alá. olyan, mint a, a bírói testület, az se egy független testület, az is. Ott a bíróknak végső soron ha jogilag nem is feltétlenül, de végsősoron az emelsz a munkáltatója. Tehát így gyakorlatilag minden egy pontba ér össze, és ez egyébként a, 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 a versenyre negatív hatása van. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék meg én elmondani, szerintem nem érdemes ezt tovább ragozni, bár ha gondoljátok, nyilván a videóban, a videó alatt szívesen várjuk a hozzászólásokat, és ígérjük, nagyon fogjuk figyelni, és adunk válaszokat a kérdésekre, illetve nagyon szívesen részt veszünk egy ilyen vita, vitában. De a lényeg, nem az a probléma, hogy itt egy 0-4-es eredmény született Újpesten. Ez az eredmény gyakorlatilag bármikor megszülethet, és fordítva is. Volt is már rá példa, az a, ez a két klub azért nem két meccset játszott már egymással, nem ma kezdték ezt az ipartat az NB1-ben. Nem ez a probléma. És nem innen indul el az egész videónak az ötlete, és a gondolataink nem ebből pattantak ki. Még mielőtt bárki ebből az irányba gondolkodna, ezt abszolút cáfolom. Ezúttal sem az eredményből indulunk ki, mint szurkolók, úgyhogy ezt mindenki vése fel jól. Hát igen, az első számú célja a semleges térfélnek szerintem az, hogy tisztességes keretek között zajjon a bajnokság. Ez nagyon nehéz, ugye a tiszt nagyon nehéz definiálni magát a tisztesség fogalmát a labdarúgással kapcsolatban, mert azért vannak, vannak, olyan klubok, akik mindegy, hagyjuk is ezt a dolgot, nem, nem, nem akarok de ebbe Józsi, belemenni. De Józsi, várj egy pillanatra, az ilyen fogalmakat, mint tisztesség, Sportszerűség, fair play, ö, ö, stb. stb. Nem lenne, szabad, nem lenne szabad. A szabályozónak kell megtölteni tar, tartalommal, mert a szabályai azok ki kényszerítik a résztvevőkből ezeket, ha önmaguk adott esetben nem képesek elfogadni ezeket. És ezért mondom, hogy nem, nem, ez az MTK, vagy ez az Újpest MTK mérkőzés, ez csak a, a hogy is mondjam, a, az orvosi ló esete ebben a helyzetben, de nem erről a mérkőzésről beszélni. Tehát magát a szituációt próbáljuk kivesézni, illetve erre próbáljuk meg sarkalni az mls hogy ha, ha, már, ha már mindenben dönt, akkor a felelősséget is. Tehát a keserű pirulát is be kell venni, nem pedig csak a, a nem tudom szebben megfogalmazni. Tehát akkor amikor, akkor, amikor döntenek pénzek fölött, és azt a felelősséget átvállalják, vagy vállalják magukra, hogy hogyan osztják el, akkor bizony itt is, amikor kellene felelős döntést hozni, akkor igenis ők szabályozzanak, és ők töltsék meg, hogy te mondtad, a tisztesség fogalmát tartalommal, illetve a sportszerűségét. Ebben látunk, ebben van hiányérzetünk, Úgyhogy szerintem be akarunk még valamit mondani ezzel kapcsolatban, vagy, vagy elég ennyi? Hát, amit én még akarnék mondani, az nem kívánkozik, hogy is mondjam, nyomdafestéket nem tűr. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt mi majd megbeszéljük személyesen, és elmondjuk a, ettől sarkosabb véleményeinket egymásnak. De szerintem erről ennyit tudunk mondani, úgy, hogy az tényleg kultúráját legyen, mert egy kicsit egyébként megmondom őszintén, hogy kezd elfogyni a célra. Igen. Akkor annyit tudnék mondani, még hogyha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel, látogassátok meg a social media oldalait, a semleges térfélek, Discord, Facebook, Instagram és a többi, illetve kövessétek figyelmel az otthon, itthonról haza élő műsorait is, ahol a határon túli labdarúgással, illetve sporttal foglalkozunk az ottani magyar szurkolóknak a mindennapjaiba próbálunk betekintést nyerni. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok, hajrá magyar foci! Hajrá magyar foci!